Plazma tévék, okosórák, mosógépek és más nagyobb értékű ajándékok is sok helyen kerülnek a karácsonyfa alá. A vásárlók egy része pedig akár áruhitelt, vagy éppen személyi kölcsönt is felvesz azért, hogy mindezeket be tudja szerezni. Ilyenkor több milliárd forint értékben vesznek igénybe áruhiteleket és személyi kölcsönöket az emberek, igaz a járvány miatt a vásárlók valamivel óvatosabbak lettek, mint korábban. Annak idején a devizahitelek egy nagy tanúságot jelentettek az ügyfeleknek. A tavalyi év végén mintegy harmadával kevesebb fogyasztási hitelt vett fel a magyar lakosság, mint egy évvel korábban. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője arra hívta fel a figyelmet, érdemes egyszerre több mutatót is megvizsgálni a hitelszerződés aláírása előtt. Több szám kapcsolódik a hitelekhez, kamat, kezelési költség, akár felsítési jutalék. Egyetlen egy mutató számra érdemes figyelni, elsősorban ez a teljes hiteldíj mutató, ez az, ami a hitel teljes költségét kifejezi, tehát ez a bizonyos THM. Nagyon fontos azt is megnézni, hogy mennyi a hitelnek a teljes futamideje, természetesen a törlesztő részletet is, és nagyon fontos azt is megnézni, hogy fix vagy változó kamatozású-e az a bizonyos hitel. A személyi kölcsönök esetében előfordulhat, különösen hosszabb futamideje esetében, hogy változó kamatozású a konstrukció, ez jóval kockázatosabb, mint a fix kamatozású. A személyi kölcsönök azonban nem egy adott termékhez kötődnek, így szabadon felhasználhatók. Jellemzően az összegük is magasabb, mint az áruhiteleknek. A hitelbírálat alapja pedig mindig az ügyfél jövedelme. A jegybank idén januártól a személyi kölcsönök esetén is bevezette a korábban már más hiteltípusoknál is bevált minősítési rendszert. Ez nagyobb kiszámíthatóságot garantál az ügyfelek számára. A karácsonyi időszakra még több banknál elérhető a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsön, amelyik egy fix kamatozású, az eddigekhez képest is kedvezőbb konstrukciót jelent. A fogyasztási hitelek egy jelentős részénél van egy olyan kamatplafon, amelyik a Magyar Nemzeti Bank alapkamata plusz 39% lehet. Ilyen például az áruhitelnél, a úgynevezett kézizálók hiteleknél, tehát a régi jól ismert zacihoz kötődő hiteleknél. A hagyományos személyi kölcsönöknél 24% plusz jegybanki alapkamat, ez a bizonyos kamatplafon. A minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök esetében 500 000 forintig a kamatfelár nem haladhatja meg a 15%-ot, 500 000 forint hitelösszeg felett pedig a kamat nem lehet több 10%-nál. A tájékozódásban egyébként a jegybank egy olyan kalkulátorral is segíti az ügyfeleket, amely tartalmazza a bankok által nyújtott minősített fogyasztóbarát konstrukciókat.